Állunk írva János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyvében, az első fejezetben. Jelenések könyve, első rész, a 12. verstől olvasuk a 16. versig, és ehhez hozzáolvasuk majd a 20. verset is. Így hangzik az ige, ezen a helyen jelenések könyve, első rész, a 12. verstől. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordulván pedig láttam 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Amen. Maradjunk így állva, és áldásért fogunk könyörögni az Úr, adjon üzenetet ebből az igéből is mindannyiunknak. Egy férfi testvért kérünk nagy szeretettel, önkéntesen vezessen áldás kérémába. Foglaljunk helyet, testvérek. Imádkoztunk az énekkarunkért, most hallgassuk is meg őket, az ének a szolgálatát. Köszöntöm a kedves testvéreket, gyülekezetet, nagy szeretettel az Úr Jézus nevében, hála van a szívemben, hogy ismét itt lehetünk a testvérek között, és hogy együtt is járulhatunk az Úr asztalához. Kívánom azt, hogy mindannyiunk számára kapjunk üzenetet az Úrtól, legyen egy áldásos alkalom ez is, ami lelkünk üdvét használja, és az Úr dicsőségét. A vezér fonalban az előirányzott igének a mottója, vagy a címe, hogy olvashattuk, a menny ura. Erről volt szó a felolvasott igében is, ismerjük a jelenések könyvét, ahogy János apostol bevezeti, ahogy találkozik a megdicsőült Krisztussal, aki a mennyekben van, és leírja itt az igében azt, ahogyan ő megtapasztalja, meglátja a mennyek urát, Jézus Krisztust, és mindazt a hangot, beszédet, amit tőle is hall. Ez áll előttünk az igében. Hát amit János apostol lát, szinte leírhatatlan, és emberi szemmel elképzelhetetlen. A legjobb festő sem tudná ezt lerajzolni, vagy lefesteni, aki létezik, vagy létezett ezen a világon, hogy azt élethűen pontosan visszaadja úgy, ahogy János apostol meglátta a megdicsőült Krisztust, hát szinte felfoghatatlan a mi szemeink előtt. Hogyan is lehetne lefesteni azt, ahogy olvastuk az igében, az Úr szava olyan volt, mint sok vizek zúgása. Lábai olyanok, mint az izzó fényű érc, szemei, mint a tűzláng, haja olyan fehér, mint a gyapjú, mint a hó, szájából 2 élő éles kard jött ki. Hát amit itt olvasunk, szinte felfoghatatlan előttünk, és leírhatatlan, el se tudjuk képzelni, de minden egyes részlete nagyon fontos, és nagyon hasznos, és nem hiába iratta meg ezt Jánossal a Szentlélek, hogy ebből is van nekünk, gyülekezetnek, hívő embereknek mit tanulnunk. Hát nézzük meg, milyen fontos és hasznos tudnivalók vannak itt az igében, ami számunkra mit üzen Isten igéje nekünk ebből az igéből. Egyszer azt nézzük meg, hogy hogyan látjuk a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Már abban van nagyon fontos igazság, vigasztaló, drága, bátorító igazság, ahogy János itt meglátja az Úr Jézus Krisztust. Fontos tudni azt legelőször, hogy János apostolnak a látomásában az a Krisztus, akit János apostol lát leírhatatlan dicsőségben, ugyanaz a Krisztus, aki a mi bűneinkért meghalt a Golgotai kereszten. Ezt egyszer nagyon fontos leszögezni mindannyiunk számára. Igaz az, hogy nagyon nagy a különbség, amikor a szenvedő Krisztusra gondolunk,
ahogyan megismertük őt az evangéliumban, egyféleképpen, ahogy lejött szegénységben, megaláztatva, és nehéz körülmények között élt, ez egy dolog, de amikor János leírását olvassuk, azt is tudni kell, hogy mind a kettő egy és ugyanaz a Krisztus. Ugyanaz a megváltó, az Istennek a fia, és embernek a fia is. János apostol így az Úr Jézust még nem látta, ahogy most megjelenik neki. De felismerte, hogy ugyanaz a Krisztus, ugyanaz a megváltó, akinek hajdan lehet nem is olyan rég gyerekkorában vagy ifjú korában az ölében volt. És felismerte János apostol az Úr Jézus Krisztust. Ugyanaz a Krisztus volt, és ez nagyon fontos nekünk is, hogy ezt megjegyezzük. Így nézünk mi is őre áll, az Úr Jézus Krisztusra. Ő az, aki Betlehemben született meg szegény körülmények között, ő a Gecsemáné Krisztusa, ő a Golgota Krisztusa, de ő a dicsőség Krisztusa is. Nagyon fontos ezt egy személyben látni, ez mind, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztust. Akkor bemutatja Krisztust úgy is, mint amilyen ő most a jelenben a hívember számára. Ami és aki volt akkor, amikor a Földön volt, az Úr Jézus Krisztus nagyon fontos, és kedves a mi számunkra. Így ismertük meg az igéből, az evangéliumból az Úr Jézus Krisztust. De nagyon nagy vigasztalás az a hívembernek tudni azt is, hogy milyen ő most a dicsőségben, ahova felemeltetett, és ott van az Atya jobbján, a mennyországban, a mennyország kincse, középpontja, drága köve az Úr Jézus Krisztust. Fontos a hívő embernek tudni, hogy milyen ő most. Azért is, mert amilyen ő most, egy napon olyanok leszünk mi is. Vajon éltete téged és engem ez a reménység, testvérem? Amilyen az Úr Jézus Krisztus, ő ígérte ezt meg. Ugyanolyanok leszünk mi is, mert az övéi vagyunk. Az ő teste és részei vagyunk, ő a fej. És egy napon, nagyon hamarosan, mi is olyanok leszünk. Áldott legyen ezért az ő neve. Ezért tudni kell, milyen az Úr Jézus Krisztus mostan hasznos a mi számunkra. De nézzük meg a következőkben a gyülekezetnek a helyzetét, állapotát, úgy, ahogy a mennyei Krisztus kijelenti azt. Hogy mutatja be az igében Isten nekünk a gyülekezetet, immár a megdicsőült Krisztusnak a szavain keresztül? Ez is nagyon fontos. Hogyan látja a gyülekezetet a megváltó? És ezt is jó, hogyha tudjuk. Isten fényében hogyan tekint ő a gyülekezetre, ahol mi is lehetünk Isten kegyelméből. 12. versben és a 13. olvassuk a következőket. Láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. A 20. verset is hozzáolvastuk, mert ott nyilvánvalóan mondja az ige, amely 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Tehát ez a gyertyatartó, maga az ige mondja meg nekünk, nem kell spekulálni, okoskodni, hogy ez a gyülekezet, amit te az én kezemben látsz, mondja az Úr Jézus Krisztus Jánosnak. De hogyha a gyülekezet egy gyertyatartó, és úgy van az igében, amikben a gyertya világít és fény bocsát ki, ez azt jelenti, testvéreim, rögtön az első igazság itt van előttünk, hogy a gyülekezet a legjobb szolgálatát, azt, hogy világít, a sötétben tudja végezni. A sötétségben, sötét időszakban tudja végezni. Ez a gyülekezetnek a rendeltetése, ha a gyertyatartó, a gyertya, nem azért gyújtanak gyertyát, mondja az Úr Jézus is, hogy vék alá tegyék, hanem hogy világítson. És mikor a leghasznosabb a gyertya világa? Hát sötétben, hogy lássunk magunk körül, igaz? És a gyülekezet is akkor tud legjobban szolgálni, amikor sötétség van. Amikor sötétség vesz minket körül. Mert amikor fent van a nap, és ragyog, és hevesen süt, mint ahogy most is, nincs szükség gyertyára. Nincs szükség lámpásra. Isten népe az ő küldetését akkor és úgy tölti be, ha világít ebben a sötét világban. És mivel mi egyen-egyenként alkotjuk a gyülekezet akkor fog világítani, ha a tagok egyen-egyenként világítanak. Ezért az Úr adjon nekünk kegyelmet, mindannyiunknak, világítani. Ahogy a gyermekek is éneklik, kicsin kis fényemmel, világítani fogok.
Igaz? Az Úr adjon nekünk kegyelmet világítani ebben a sötét világban. Mert világosság van, a nap ragyog, de azért ez a világ egy sötét világ a bűnök miatt. És ebben nekünk világítani kell. És ha ez igaz, és igaz, mert az igében van, akkor ez nagyon meg kell, hogy alázom minket. Mindannyiunkat. Mert mindez megmutatja mi gyengeségünket. Mert ha mi valóban világítanánk ebben a világban, akkor nem lenne annyi sötétség, mint amennyi van. De mivel annyira körülvesz minket a sötétség, itt is és nagyon sok helyen, ez csak a mi gyengeségünket bizonyítja. Ez csak azt bizonyítja, hogy a mi gyertyánknak a fénye pislákol. Nem világít, lehet úgy, ahogy kellene. Pedig ez a gyülekezetnek a rendeltetése. Vajon mi világítunk annyira abban a községben, ahol lakunk, hogy megszűnjön a sötétség? Mi igyekszünk világítani, és mégis milyen nagy a sötétség? Ez is csak a mi fényünknek a gyengeségét mutatja. Az Úr adjon nekünk kegyelmet világítani ebben a sötét világban. De tovább olvassuk, és úgy látjuk, vala pedig jobb kezében 7 csillag. Legtöbben úgy értelmezik ezt, és az igében úgy olvassuk, hogy ez a 7 csillag, ahogy mondja maga az Úr Jézus Krisztus, ez a 7 angyal, vagy küldött, ami a gyülekezetnek adatott. Legtöbben ezt úgy értelmezik, hogy ez a gyülekezetnek talán a lelki pásztora, vagy a papok, ahogy a 20. versben is olvastuk. Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor viszont itt megint megtudhatunk többet a gyülekezetről és a gyülekezet szolgáiról, ha ez így van, és valószínű, hogy így van. És pedig az, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt a 7 csillagot az ő kezében tartja. És ezért tudnak világítani, nem másért. Azért, mert az Úr Jézus Krisztus tartja kezében ezt a 7 csillagot, fényüket, erejüket a csillagok is a naptól kapják. Igaz? Az Úr Jézus Krisztustól. Ha nem lennének az Úr Jézus kezében, nem tudnának világítani semmit. Egyáltalán. Nem is lennének akkor csillagok. Ezért egyetlen csillagnak, vagy egyetlen szolgának sem, vagy papnak, vagy lelkipásztornak, vagy szolgálattevőnek soha nem szabad önmagában bízni. Egy olyan kéz tart minket, ami az Úrnak a keze, ami nem fárad el, és nem bénul el. És ez csodálatos vigasztalás az Úr szolgáinak és a hívő embereknek. Pedig mennyit igyekszik az ördög ezeket az embereket letaposni, kiütni az Úr Jézus kezéből. De a legbiztonságosabb hely, még így is, hadd mondjuk azt, hogy az Úr Jézus kezében. Amikor ott van az ember, a legbiztonságosabb helyen vagyunk. És igyekezzünk ezért ott találtatni mindannyian az Úr kezében, hogy hordozzon minket, az ő tenyerén. Ha engedelmes életet élünk neki, akkor lehetetlenség, hogy bárki, még az ördög sem tud kiragadni minket az ő kezéből. Ezért az Úr áldja meg az ő szolgáit mindenhol. Ezért az Úr tartsa meg az ő kezében az ő szolgáit mindenhol. Szolgálattevőket, akik hirdetik az evangéliumot, és világítanak az Isten népe között, az Úr áldja meg, és tartsa meg az ő kezében mindvégig ezeket az embereket. De úgy is olvassuk tovább, hogy a szájából 2 élő éles kard jött ki. Ez megint nagyon fontos üzenet a gyülekezet számára. Azért, mert látjuk itt nyilvánvalóan, hogy a gyülekezet ereje, és ezt jól esik nekem hirdetni, nem a csillagokban van, hanem a kardban van, az Úr szájában van. Nem a pásztorokban van, amit az Úr az ő kezében tart, hanem a küzdelemhez szükséges erő, a győzelemhez szükséges erő, a kard az ő szájából jön ki. A csata és a győzelem tehát, és ezt nagyon fontos tudni, nem a pásztorokban van, függetlenül, hogy kicsoda ő, soha nem is volt, hanem az Úrban van a győzelem. A csillagoknak is megvan a szerepük, természetesen hasznosak a maguk nevében, nemében, hogy világítsanak, de az erő és a győzelem nem tőlük származik, nem ezektől a csillagoktól, hanem az Úrtól származik. És ezt megint nekünk nagyon jó tudni. Nem a csillagokban, pásztorokban kell bízni soha, hanem az Úrban.
Mert a kard nem a csillagoknak a szájából jött ki, hanem az Úrnak a szájából jött ki, és itt a győzelem. Az erő és a győzelem tehát az Úr szavában van. Kedves testvérek, látjuk itt világosan, hogy az erő, ami megnyeri a lelkeket, Isten szavában van. Nem a te szavadban, nem az én szavamban, nem abban, hogy az ember milyen ékesen tudja megmagyarázni a dolgokat, vagy milyen szépen tud beszélni, prédikálni, nem ebben van az erő, ha bár ez is hasznos és jó, ha van, de az erő és a győzelem nem ebben van. Az erő és a győzelem az Úr szavában van. Ezért kell mi testvéreink mindig az Úr szavára figyelni, mit mond az Úr a gyülekezeteknek. Még csak az sem, hogy mit mondanak az emberek, hanem minden prédikációban észre kell venni, ki kell szűrni, és erre kell figyelni az Úrnak a szavára. Mert ez adott mindig győzelmet a korszakokban, az évszázadok során, az Úrnak a szava, ezt értékelni kell. Minden teológia kár és szemét, ha nincs benne az Úrnak a szava. Ezért, kedves testvéreim, amíg élsz, vagy élünk, ne elégedjünk meg, egyetlen prédikációval sem, akárki is beszéljen, akármilyen szép is, ékes legyen ez, nem számít, de legyen benne az Úrnak a szava. Ezért kell imádkozzon minden gyülekezet, felelősségteljes feladata kell, hogy legyen, hogy a szolgálattevőkön keresztül az Úrnak a szava legyen tolmácsolva nekünk. És ha ez meg lesz, nem mehetünk félre. Megtart minket az ő kegyelmében az Úr. Ezért imádkozzunk tovább, hogy az Úrnak a szava hangozzék itt ezen a helyen is, a gyülekezetben, a szolgálattevőkön keresztül is. Ezért van az, testvéreim, hogy az ige hirdetésre, és nem csak az ige hirdetésre, imaóra vezetésre, bibliaóra vezetésre készülni kell. Mert nagyon nagy felelősség van azon, aki szól, hogy az Úr szavát szólja. De mondok még valamit, nem csak, hogy ezekre készülni kell, hanem az ige meghallgatására is készülni kell. Nem jöhetünk az imaházba akárhogy, csak újni felszínesen. Mert mindannyiunknak, akik jövünk az imaházba, kötelességünk, hogy meghalljuk az Úrnak a szavát. És ha nem készülünk erre, nem fogjuk meghallani. Csak az embereknek a szavát. Az meg nem segít rajtunk. Az Úrnak a szavát kell, mi meghalljuk. Ezért készülni kell, és az Úr adjon nekünk felelősségteljes készülődést. Akár hirdetjük, akár hallgatjuk az Úrnak a szavát. És itt a szolgálattevőköz is. Kedves szolgálattevő testvéreim, kedves vasárnap iskolai tanítók, ne gondoljuk soha azt, hogy valami jót átadtunk is a gyermekeknek, ha nem adjuk át az Úrnak a szavát. Az Úrnak a szavát kell átadni. A sok történetekben is, mindenben, amiben tanítjátok, vagy tanítjuk őket a vasárnap iskolában, az Úrnak a szava. Ez fog számítani egy napon, és ezért nekünk imádkozni kell. Az Úr szavával mindenre képesek vagyunk, de az Úr szava nélkül semmire sem megyünk. Mert a kard, mert ez a kard ezt jelképezi, az Úrnak a szavát. Van egy történet a Bibliában, ami emlékeztet minket arra, hogy mit is jelent ez. A kard Péter kezében nem tett egyebet, mint hogy levágta ott az egyik szolgálónak a fülét, amikor a Péter kezében volt. De amikor az Úr kezében van ez a kard, akkor viszont az levágja és megszúrja a bűnös ember szívét és lelkét. Nem mindegy, hogy kinek a kezében van. Nagyon nagy különbség van abban, amikor a hirdetett szó az ember szava, vagy az Úrnak a szava. Nagy különbség van a kettő között, mert egyedül az Úr szavában van az erő. És mondja az ige máshol is, hogy az én szavam nem tér vissza üresen. Az embernek a szava visszatérhet üresen. De az Úrnak a szava nem tér vissza üresen. Ezért kell, ami gondunk legyen, hogy az Úr szavát hirdessük és hallgassuk. És ez a kard, még sok mindent lehetne erről beszélni, de van itt még valamit, amit mondani kell, hogy ez a kard, ahogy az igében is megvan örökítve, éles és kétélű. Amikor Isten lelke kezébe veszi az evangéliumnak a kardját, az nagyon élesen tudja az ember szívét, lelkiismeretét hasítani, és vágni, és megszúrni. Ezért adatott az evangélium és a léleknek a kardja.
Hadd mondjuk itt, itt el azt, hogy semmilyen emberi tanítás nincs olyan éles, nem lehet olyan éles, mint amilyen éles az Úrnak az ígéje. Ezért fontos a szolgálattevőknek, igehirdetőknek, hogy az igének az élét ezért rendeltetett, így tervezte meg Isten, hogy az evangéliumnak legyen egy ilyen eleven, élesen vágó éle, hogy az szúrja meg az ember lelkiismeretét, hogy az ember érezze magát kényelmetlenül. Ezért lett az evangélium így eltervezve. És olyan időket élünk, testvérem, amikor sokfele, és egyre többfele az ige hirdetők ennek a karnak az élét igyekeznek tompítani. Hogy ne vágjon úgy az embereket, ne sértse annyira. De ha mi tompítjuk az evangéliumnak az élét, ezzel mi árulást követünk el. Mi eláruljuk azt, hogy az Úr nem erre rendelte az evangéliumot. Arra rendelte, hogy megsértsen minket. Pontosan ez a célja, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat, amikor a tiszta evangélium hirdetve van. Olyankor az ember megharagszik, de nem baj, mert meg is térhet. De hogyha tompítjuk az evangéliumot, akkor az emberek elalusznak, és lehet, hogy kárhozatra alusznak el. Na melyik a jobb a kettő közül? Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy az evangéliumnak lesz egy éle, ami vágja az embereket, sújtja az ember lelkiismeretét, és oda kényszerít minket a sírás, hogy bánkódjunk, mert rosszak vagyunk, és akkor megtérünk, és üdvözülünk. Hát nem ez a cél. Ezért rendelte, tervezte így el az evangéliumot az Úr. Drága testvéreim, szolgálattevő testvéreim, ne tompítsuk az evangéliumnak a kardját. Legyen az olyan éles, amilyen élesnek kell, hogy legyen. Mások hirdessék, ahogy akarják, de mi ragaszkodjunk ehhez a két élő és éles karthoz. Jeremiásnál ott az ige. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot. És utána mond valami nagyon fontosat Jeremiás, szinte ezekre az időkre mondja. Akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? Azt mondja az Úr. Ezért az evangéliumnak maradjon meg ez az éle. Amikor az igazi, tiszta evangéliumot hirdeti valaki, ott az emberek kényelmetlenül érzik magukat, ez így van, de még meg is térhetnek, és ezért van hirdetve. De ahol tompítva van, ahol higítva van az evangélium üzenete, ott az emberek legtöbbnyire alusznak, és elalusznak a kárhozatra. Ez pedig nem jó. Hozzuk elő tehát ezt a kardot, és a kard célja, rendeltetése, hogy vágjon és szabdaljon. Olyan, mint a kétélű tőr, mondja Isten igéje, az ő igéjéről, a Bibliáról. Eljut az ízeknek és felőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat is. Hát akkor hagyjuk így, és ne nyúljunk hozzá, ne próbáljuk tompítani, vagy kivenni az élét. Két éle van, ami megint nagyon fontos. Azt jelenti, hogy ez egy olyan kard, amivel nem szabad játszani. Amikor az ember kézbe vesz egy kétélű kardot, ami nagyon éles, az nem játék. Akkor az egy fegyver. Úgy kell tehát Isten igére tekinteni, mint egy fegyver. És azért is kétélű, igaz, mert nem csak arra vág, hanem visszafele is. Amikor az ember hirdeti, az visszafele is vág. És ugyanúgy kell, hogy hasson rám is, vagy arra, aki az igét hirdeti, hogy na jó, te mondod, de te megéled. Kétélű kard ez, hogy annak, aki hirdeti, azt is alázza meg, az is álljon az Úr szín elé, hogy rám is hat az ige, nem csak másoknak mondom, én magam kell megtérjek, példát mutassak mindenben. Nagyon fontos, hogy ez a kard kétélű. Tanuljuk meg tehát, hogy a gyülekezet ereje az Úr szavában van, imádkozzunk, hogy minden alkalommal jöjjön ki az ő szájából ez a kard, és ne csak az emberek szavát halljuk. Az Úr adja ezt meg, itt ezen a helyen is. És még egy része az igének, amit felolvastunk a 16. versben. Az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Csodálatos, amit itt mond János. Amikor az Úr Jézus Krisztus kedvét találja egy gyülekezetben, ott az ő orcája, mint a nap, ragyog. Nem ezt szeretnénk itt is, testvéreim? Hát hogyne? Amikor az Úr Jézus Krisztus kedvét találja egy gyülekezetben, ott az Úr Jézus Krisztus világít és ragyog. És amikor az Úr Jézus világít és ragyog, ott már az ige hirdető emberek
nem is olyan fontosak. Mert a csillagok is elbújnak, amikor feljön a nap, nem? És ha itten a pásztorokról, papokról úgy van fejlődő, hogy csillagok, de ha feljön a nap, azok el kell, hogy bújjanak. És ez így történik a gyülekezetben is. Ott, ahol az Úr Jézus fel van emeltetve, és szeretve van, és értékelve van, ott az Úr Jézus Krisztus ragyogni fog egy gyülekezetben. És ott tényleg már nem is fontos, hogy kik azok, akik hirdetik az igét, ha az Úr Jézus ragyog. Ezért ragyogjon itt mindig az Úr Jézus Krisztus. Az összes többi nem is nagyon számít igazán. Ez azt jelenti újra, hogy minél erősebben ragyog az Úr Jézus a számunkra, annál kevésbé fogunk emberekre figyelni, és emberektől függeni. Ez megint nagyon fontos. Nem függünk emberektől, hanem az Úr Jézus Krisztustól. De ehhez kell, hogy ő ragyogjon a gyülekezetben is. Akkor már nem Pál, vagy nem Apollós, nem Kéfás lesz a fontos, hanem az Úr Jézus Krisztus. Eleinte, mikor megtér az ember, lehet, hogy fontos egy-egy ember, aki őt hitre vezette, de kell tovább fejlődni, növekedni a kegyelemben, és akkor már csak az Úr Jézus Krisztus marad mindenekben minden. Legyen ő itt is, maradjon itt is, a gyülekezet ragyogása, dicsősége, kívánjuk ezt szívből, és adjon az Úr kegyelmet a következő percekben is, szövetségünket megújítani ő vele. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Énekelni fogunk egy éneket, és az